A mohácsi németség jellegzetességei különböznek a környező sváb településekéitől. A népcsoport életében meghatározó szerepet játszott a Duna közelsége, valamint a környező német falvak hagyományainak továbbvitele. Ezek ötvözete adja a helyi németség sajátosságait. A dunamenti svábok nem véletlenül kapták ezt az elnevezést, hiszen az őshazából, a mai Németország területéről a Dunán érkeztek tipikus hajóikkal, az úgynevezett Ulmerschachtel nevű tutajokkal a Kárpát-medencébe, és elsősorban a folyó mentén is telepedtek le. A Duna közelsége okán sokan álltak halásznak, vízimolnárnak, ami meg is határozta a svábok kapcsolatát a hallal, a halételekkel. Nem volt ez másképp Mohácson és környékén sem. Számos leírás, könyvtári és múzeumi anyag bizonyítja, hogy a környék vízimolnárjai jórészt német származásúak voltak. Itt tőlünk körülbelül 30 folyamkilométerre lejjebb Apatin települése, amiről azt kell tudni, hogy ez egy 80-90%-ban németek lakta település volt egy 100 évvel ezelőtt még. Ott nagyon sok hajomolnár dolgozott, ugye ezek nagy része német származású volt, és ezeknek a hajomalmoknak az alkalmazásában számos fiatal inas legény volt. És ugye ezek a fejlődésben lévő fiatal inas legények mindig éhesek, és mit lehet nekik adni ételként a Dunán? Nyilvánvaló halászlevet, de ez annyira azért nem laktató étel így önmagában, és így ennek az apropóján gondolták ki ezek a molnárok, hogy ami a malomba adott, ugye a liszt, abból készítenek tésztát, és ezt hozzáadják a halászléhez, mert így sokkal tartalmasabb ételt lehet így tulajdonképpen kapni, amivel már jól laknak ezek az inaslegények, és ez a szokás onnantól kezdve így elterjedt a egészen talán Bajáig bezárólag, hogy a halászlevet tésztával eszik, illetve esszük. A dunaparti városban nem csak karácsonykor, hanem egész évben főznek halászlét. A lé nélküli halhúst külön tálalják, sőt, nagyrészt külön is fogyasztják. A mohácsi halászlé készülhet kizárólag pontyból, de vegyesen más halak hozzáadásával is készítik. A mohácsi halászlé ugye ez egy nagyon ősi étel. Itt a Duna mellett már nagyon régóta készítik ezt az ételt. Öt dologból áll egy halászlé. Ugye nagyon fontos, hogy kiváló hal alapanyag legyen hozzá, azon nagyon sok múlik. Nagyon fontos a paprika minősége, illetve kell hozzá még bele hagyma, víz és só. Ebből az öt dologból épül fel ez az étel. Tehát ez egy nagyon egyszerű étel, nagyon könnyedén el lehet készíteni. Ennek ellenére azért el is lehet rontani, tehát azért figyelni kell az arányokra, ami nagyon lényeges, és ugye a hal minőségére. Itt a Duna partján, Mohácson azért minden héten egyszer-kétszer azért terítékre kerül valamiféle halétel. Karácsonykor meg ugye különösen. Mohácsron ugye az a jellemző, hogy mindenki nagyon-nagyon nagy szeretettel fogyasztja ezeket az ételeket, nemzetiségtől függetlenül, tehát ennek nagyon nagy hagyománya van itt a Duna partján. És ugye mi erre a halászlére, mint a mohácsi német önkormányzat, építettünk egy rendezvényt, egy fesztivált, a Dunamenti Hal Fesztivált. A gasztrokulturális fesztivál célja a halételek sok színűségének bemutatása, melynek fókuszában a dunamenti halételek, kiemelten pedig a Baranya megyei értéktárban is szereplő mohácsi halászlé, illetve a magyarországi németek kultúrája, szokásrendszere és népművészete áll.